kellett-e szerettetni veletek ezt a darabot, vagy ha elolvastátok esetleg akár a saját szerepeteket, akár a darabot magát, ilyenkor gondoltok valamit, vagy előre ti tudjátok, hogy ez milyen lesz, vagy van-e valami képetek, vagy oda mentek az olvasópróbára, és akkor a rendező majd megmondja, hogy mit kell gondolnak. Ez hogy néz ki? Amikor fölhívott Rodrigo ezzel az ötlettel, akkor hogy éljátszom a testőről a kritikust, hogy szeretné, és ebben a konstrukcióban, akkor az egyik gondolatom az volt, hogy ez nagyon jó dolog, hiszen nem mész el az előadás, 20 előadás múlva, hanem elhozzuk ide Győrbe. És hogy itt is eljátszhatjuk. A másik, ami eszembe jutott, hogy Isten nyugtassa, szegény Végbári Tamás milyen rossz volt ebben. Én ugyanazt az előadást láttam, amit a Sanyi, és a Kerekes Éva nagyon jó volt benne, a Mácsai volt, akit a Rodrigo játszik. És rájuk is úgy emlékeztem, úgy halványan, ugyanúgy a poszlányok megmaradtak Sanyinál, de nagyon erősen bennem maradt az, hogy az Tamás, akivel olyan jóban voltam, vagy jó barátok voltunk, hogy milyen rossz volt be. Én ezzel hogy fogok megküzdeni majd ezzel a szereppel? És bizony nem is volt könnyű az elején, ez egy, lehet, hogy önöknek ez már nem fog feltűnni, nekünk föltűnt a próba elején, szóval ez egy nagyon, nagyon erősen Unterman szerep. Biztos tudják a cirkusz világából, hogy a Untermannak hívják azokat, akik tartják a többi artistát, és akkor ugye, aki a legtetején áll, azon adja le a siker, de azért remélem, hogy egy heppet én is majd itt megkérdezem magamat, hogy én. Szóval igazából a Rodrigónak nagyon nagy szüksége van rám, és persze Csillának is, mert ilyen viszem tovább időnként a történetet. Tehát ezért vagyok én beleírva. Most, hogy ennek sorsa is legyen, lelke is legyen, ez egy nagyon komoly közös munka eredménye, azt gondolom, mert picit azért nem volnál most lábán a kritikussal. Nincs, szerintem annyira cizelláltan megírva, mint mondjuk a Ficsúra Liriumban, vagy most a többi epizódot is mondhatom, hogy milyen, vagy a Zsuzsa például milyen jól meg van írva ez a szerep, anélkül, hogy kisebbíteném most az érdemeit. De nincs elég jól megírva a kritikus, szóval több sebből vérzik. De összességében azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis karakter született. És remélem, hogy önkel fogják felejteni azt, hogy ez egy Unterman szerep, hanem úgy fogják majd a végén értékelni, hogy milyen jó szerepet írt volna. Hát nagyon érdekes a viszonyom meg a hozzáállásom most már ehhez a darabhoz, mert azt hiszem nem titok. Nem titok. Hogy ezt a szerepet nem én játszottam volna, hanem az önök által ismert és szeretett Balsai Móni, de ő sajnos nem tudta megcsinálni, és ezért lényegében nekem be kellett ugranom a próba folyamat. Hát, ha nem is a végén, de elég erős két hét volt rá. És én ezt Székesfehérváron játszottam az előző évadban, akkor azt gondoltam, hogy hú, ez micsoda könnyebbség, mert legalább a szöveget tudom, meg egyáltalán a darabról van némi fogalmam, hittem. És becsöppentem a próba folyamatba, ahol lényegében a súgó szembesített, hogy köze nincs annak a szövegnek, amit elvárhatóan, tehát az eredeti Molnár szöveghez, ahhoz, amit én játszottam Székesfehérváron, és akkor ezt a tatabányai és súgóknál ezt pirossal jelöltük, amiket nem tudok, és a végén már csak ez volt, hogy piros, tudom, hogy piros, és akkor neki végig mondani kellett. Nagyon két különböző előadás volt, nem akarom itt hasonlítani, de ez akarva akaratlanul nyilván, főleg az elején ez felvetődött. Ott nagy színpadi előadás volt, és egy eléggé teátrális, hogyha nagyon finoman akarok fogalmazni, egy teátrális előadás született, ez a koncepció és a... Nem akarom a színészt megemlíteni, így van, majd akit nagyon érdekel, utána jár, és akkor levonja a konzekvenciákat, hogy vajon miért itt nem minden tiszteletem, szeretetem, csak inkább erről beszélek. Tehát itt egy egészen belsőséges és sokkal finomabb előadás született szerintem, és nagyon, én nagyon élveztem a próba folyamatot is, minden gyorsaságával is.
vagy azzal együtt, vagy még annál inkább. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy most így Győrbe. Kétszer volt, majd majdnem ide szerződtem Győrbe 10 éve, úgyhogy most így végre ez beteljesedett. Igen, még ide csatlakozott, tehát a Csilla megmentette az előadást. De nem, ez így van, tehát ott nagyon nagy gondba voltunk, és akkor az igazgatóval, Péterrel megkértük, és elvállalta, úgyhogy ezúttal még egyszer köszönöm neked. Nagyon izgalmas két hét volt, nagyon gyorsan kellett haladnunk, de nagyon nagy öröm volt dolgozni, és bár lehet, hogy Unterman szerep, meg fogják látni, azért nagyon sok minden ki lett hozva. Az a játéköröm, amit a darab egyébként követel a színésztől, igazi színész darab, az benne van, tehát hogy folyamatosan játszunk előadásról előadásra. Születnek ilyen-olyan új dolgok, de a próba is erről szól, annak van, aki örül, van, aki nem, de ez benne van, hogy meccs, ezek sok-sok meccs, kis meccs van a darabban, a kritikus és a színész között, a színésznő és a színész között, a színésznő és a festő között, azok már nagyon meccs van, de a mamával kapcsolatban is, tehát mindenkivel folyamatosan meccsek vannak, hogy itt mindenki másokkal és másképp, és ugyanúgy az Ildivel és a Pálhajosnővel is. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas, sziporkázó darab.